Szeretettel köszöntöm a nézőket a Migráció Kutató Intézet videósorozatában. Ma a koronavírus afganisztáni terjedéséről, valamint a válságot súlyosbító tényezőkről lesz szó. A koronavírus járvány terjedése újabb nehézségek elé állítja az évtizedek óta háborús sújtotta Afganisztánt, az ország nincs felkészülve a humanitárius válság kezelésére. Afganisztánban nem igazán beszélhetünk érdemi állami struktúrákról, területi integritásról, a közegészségügy alig ha létezik, a gazdasága elmaradott, a munkanélküliség aránya magas. A járvány kezdeti terjedését az Iránból, valamint Pakisztánból hazaérkező menekültek, illetve vendégmunkások okozták. Jelenleg közel 8700 fertőzöttet és 193 halálesetet tartanak számon az országban, azonban ezek sokkal inkább mutatják a tesztelések alacsony számát, mint sem a valós adatokat. Előrejelzések azt mutatják, hogy legrosszabb esetben 700 ezer ember fertőződhet meg, 220 ezer ember kerülhet lélegeztetőgépre, és 110 ezer ember vesztheti életét a koronavírus járvány fertőzése miatt. Afganisztánban, mint azt említettem, a közegészségügy alig ha létezik. Nagyon kevés a szakképzett egészségügyi dolgozó, mindössze 10.400 kórházi ágy van az egész ország területén, nagyon kevés a védőfelszerelés, a lélegeztetőgép, és hozzá kell tenni, hogy a folyamatos fegyveres konfliktus, a közúti balesetek, illetve az Afganisztánban gyakori megbetegedések miatt a kórházak így is leterheltem működnek. A koronavírus járvány terjedése miatt nagyon sok kórházi dolgozó fertőződött meg, ami országszerte arra ösztökélte az orvosokat, hogy bezárják klinikáikat. Fontos megjegyeznünk, hogy nemzetközi segítség nélkül Afganisztán nem tudna szembenézni ezzel a válsággal. Mint azt szintén említettem, az ország gazdasága elmaradott, szinte semmilyen élelmiszerből nem önellátó, így a határlezárások miatt megrekedt kereskedelem az élelmiszerbiztonságot fenyegeti. Az országban nagyon-nagyon magas a munkanélküliség aránya, sokan napi munkabérből élnek, és nincsenek megtakarításaik, így a járvány miatt elvesztett munkahelyek az emberek létfenntartását veszélyeztetik. Az afgán társadalom felépítése is egy veszélyeztető tényező, hiszen sok generációs családok élnek szűkös életkörülmények között összezárva, gyakran még a kézmosás is életidegen tőlük. Február végén az Amerikai Egyesült Államok és a Taliban mozgalom megállapodást kötött, amelynek értelmében a tálibok kijelentették, hogy támadásaikat az afgán hadseregre fogják koncentrálni. Így a koronavírus járvány megjelenésével az afgán kormányerők háborúja kétfrontúvá vált. Amennyiben Afganisztánban a közbiztonság tovább romlik, az emberek megélhetése tovább nehezedik, és amint tovább bomlik ez a humanitárius válság, annál biztosabb, hogy a határlezárások megenyhülésével egyre több ember fog megindulni a szomszédos országokba is keres menedéket, vagy indul el Európa felé. Amennyiben felkeltette az ön érdeklődését ez a téma, keresse fel a Migrációkutató Intézet honlapját, és olvassa el friss elemzésünket.